70 éve, 1952. január 25-én hunyt el Garai Ákos festő, grafikus. 1866. októberében született. Tanulmányait Pécsett, majd Budapesten a Mintarajziskolában, azután Münchenben a Művészeti Akadémián végezte. Országosan ismerté a lovakról, ménesekről és a magyar huszárokról készült festményeivel, rajzaival vált. Forrás értékűek a népélet témaköréből készült festményei, tus és ceruza rajzai. Gyakran festett sárközi témájú képeket is, melyekhez olykor modellje a sárközi népviseletbe öltözött felesége volt. Szívesen festette és rajzolta a bugaci pásztorok életét is. Fiatal korában feleségével együtt heteket töltöttek a pusztán a karámhoz ragasztott sövényfonású csikós tanyán. A Juhászok a Kecskeméti Vásáron című műve 1927-ben elnyerte a Magyar Táj és Életkép Kiállítás grafikai díjat.